Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ha mindjárt kezdünk feliratot már látjátok, beadom a főképernyőnket, beadom Tamásnak is a mikrofonját. Üdvözlök mindenkit, Mére Attila vagyok, a Bécsi Rádió Orange stúdiójából üdvözlünk mindenkit, mert nem csak én vagyok itt, hanem Pille Tamás is. Szia Tamás, szép jó reggelt! Jó reggelt mindenkinek! Szervusz Attila! Köszönjük szépen, hogy velünk tartotok ezen a napon, és kérdezhetnétek, hogy Tamás miért is van itt, mert ő nem itt él, de előadás fog tartani holnap, ez lesz az első előadása ennek a sorozatnak, és reméljük, ez a sorozat majd még több előadást is meg fog élni, de ne is ugorjunk ennyire az aktualitásra, mert nekünk egy picit van olyan kötődésünk, hogy te Egerben dolgoztál, én meg mezőkövesdi vagyok, és engem ez nagyon érdekelne, hogy neked Eger mennyire volt meghatározó, mikor is voltál Egerben, lehet, hogy akkor én még mezőkövesden éltem, hogy Egerről mesélnek, nekem. Nagyon érdekel, a Gárdonyi a színházban maga a város, hogy került a te életedbe? Tehát imádom Egert. Eger, Megértem. Eger a kedvenc városom. Eger a kedvenc magyar városom, egész pontosan. Miért amúgy? Nem tudom. Állattira szeretem a dobótérnek a hangulatát, és hát Eger nagyon meghatározó volt, mert ö, ö, az volt a harmadik színház, ahol szerződést kaptam, azt természetesen nem mondom meg, hogy mikor, de, de ugye az első volt az Arany János Színház, után a Mikroszkop színpad, és utána onnan Egerbe kerültem, és Egerbe már táncos komikusként dolgoztam ezt megelőzően, vagy azt megelőzően pedig hát a, 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 a mikroszkóp színpad profiljához meg, megfelelően természetesen kabarét játszottam, és hát az Arany János színházban meg minden, de táncos komikusként Egerbe debütáltam. És mennyi ideig voltál Egerben? Hogy érezted magadat? Most azt hiszem, hogy három évet volt a Megerbe, és hát... De nem volt... is olyan sok. Nem Tehát... volt sok, nem volt sok, de nagyon meghatározó volt. Én imádtam. Én Negernek minden percét, minden pillanatát imádtam. Csak utána ugye megvolt a választási lehetőség, hogy te világjáró klubját csinálsz, én meg világot jártam. Ami gratulálok, és erre majd rá is akartunk térni, de most már értem, hogy még csak három év volt, mert azért az nem semmi, hogy bejártad a világot. És hát meg volt a kérdés, hogy akkor Egerbe maradok, vagy bejárom a világot. És akkor inkább bejártam a világot. Jó, egy kicsit így beleugrottunk, akkor kezdjük azzal, hogy téged a, művészi élet, a színészi pálya hogyan hívott meg, volt a gyerekkorodban egy meghatározó élmény, például nekem, nekem az volt a sztori, mert a előtt beszéltük, hogy nekem is van színházhoz köszönöm, csak nekem nem hivatásom, nekem komoly hobbiként volt az életemben, most nincs benne, hogy egy barátom elhívott egy erdélyi költőknek, költők verséből összeálltott versestre, ahol keres, őt ment próbára, és mondta, hogy kísérjem el, utána menjünk bulizni, és akkor a rendező ott volt, ma meglátott engem, és hát úgy is kell az ember, gyere fel, itt a vers, mondjad, és akkor így benne ragadtam a színházban. Nálad valami hasonló? Vagy benne teljesen? ragadtam, benne ragadtam én is benne ragadtam. Hát először volt egy úgynevezett Harlekin gyermekszínház, ahol ő, gyerekek játszottak, tehát azért jöttek össze, hogy, 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 hogy játszanak, de nem úgy játszanak, hogy, hogy színházas díjat játszanak, hanem úgy játszanak, hogy játszanak, tehát hogy le legyenek kötve. És hát a, a, a mindenféle játékban benne volt a színházasdi játék is. É, és hát aztán, ugye, ő, mint gyerek színész, akkor ott biztos, hogy ügyes voltam, és akkor elkezdődött ez a, ez a színházi ö, karrier 13 éves koromtól. És ö, akkor. 13 évesen ezt tudtad, hogy ú, ez nagyon komoly, nagyon élvezem, nem. szeretnék ezzel professzionálisan foglalkozni, vagy úgy tényleg benne ragadtad, és így sodródtál? Az és sodródtam, nem. Én azt a, akkor, tehát ugye szokták mondani, hogy a színész az izgul -e előadás előtt, vagy nem izgul, vagy stb. Hát én azért nem izgulok soha előadás előtt, mert én ugye gyerekként kezdtem el, és akkor ugyanaz ember nem tudja a súlyát gyerekként annak, hogy amit, amit csinál, az, az, az voltak éppen nem egy játék de az, de mégsem az. Gyerekként játék, de felnőttként aztán már hivatás. És hát akkor nem volt ilyen izgulásos, és akkor játszottunk, akkor úgy, ahogy Bárdi György annak idején elmondta a Vígszínház társalgójában, amikor az egyik fiatal kollega azt mondja, hogy holnap is jövök tízre dolgozni. És akkor a Bárdi odafordult, és azt mondta, hogy te nem dolgozni jössz, hanem játszani. Én 50 éve játszani jövök. Na most ez a, ez a különbség. Tehát gyerekként mi ott valóban játszottunk, mint hogyha legóznánk vagy fogócskáznánk, csak mi színházasdít játszottunk, és amikor az ember játszik, akkor ö, nem izgul. Na és akkor ö, ez, ez, amikor az ember ezt csinálja 13 éves korától, akkor az ugye játék marad örökre, és én a mai napig is, ugye, hogy bárdi György javasolta, bár nem nekem, hanem a fiatal kollégának, de én tulajdonképpen azóta játszom. De volt egy olyan pont, amikor érezted, hogy ez, ez úgy, érzem, úgy értem, hogy munka, hanem hogy tényleg ez pálya lesz számodra, benne akarsz maradni, és nem csábít -e mondjuk a közgazdaságtan, vagy bármi más. Tehát így volt egy olyan pont, amikor tudtad, hogy igen, te ezen az úton akarsz tovább menni, nem tudom, hogy 18-20 évesen bármik, amikor mondjuk ilyen választás, meg az ember keres az identitását. Mm -hmm. Hát nagyon könnyű volt a hogy olyan vagyok, mint azt sötét ézzek, ahogy, Akkor őszinte is, Úgyhogy úgy, hogy ilyen, hogy közgazdaság, nem, meg ilyesmi nem. Tehát rossz, rossz, nyelvek, rossz májú emberek azt szokták mondani, hogy az megy színésznek, aki semmihez nem ért. Én ezt rendőrökre hallottam. De... Jó, hát ez lehet, hogy sok foglalkozás üző emberhez vágják hozzá. Mindenki mondja a másiknak az összes, az asztalos podja, a és társa és körbeér. Én színészre hallottam. Tehát nem értek az ég a világon semmihez, úgyhogy, úgyhogy azt is mondhatnám, hogy kényszerpálya. De a, a COVID alatt, figyelj, a COVID alatt én megpróbáltam. Na mi volt az? Én megpróbáltam, én mindent elkövettem, hogy, hogy, hogy erről a pályáról elkerüljek mert hogy ez a pályázat tulajdonképpen a COVID alatt megszűnt, tehát megszűnt a színészi létezés. Jó, azért, az, hogy tudok vitatkozni, hogy az online világban azért nem voltam. ugyanaz. Nem ugyanaz. Egyet értek, egyet nem értek. Nem ugyanaz. Megpróbáltam, és rájöttem, és megerősítést is kaptam, hogy egyszerűen nem megy. Tehát én 13 éves koromtól ezzel foglalkozom, és egyszerűen semmi máshoz nem értek. Lehet, hogy ehhez se, de ehhez még mindig jobban, mint bármi máshoz, ami lehet, hogy tragikus. De akkor is így van. De szerintem semmi baj sincs. Titok, vagy elárulod nekünk, hogy mi volt, vagy mik voltak azok, amikkel így próbálkoztál egy a Covid alatt? Te, komolyan, tehát én böngésztem a, a Facebookot, hogy hol dob fel valami olyan álláshirdetést, ahova szívesen ö, mennék, és hát olyan feltételek voltak, nem titok, mert minden volt, de hát olyan feltételek voltak, például, hogy nyelvvizsga. Hát nekem de én elég jól beszélek németül. Ezt nem hiszem, mert a világot jártad, és, és az angolul valamennyire. Hát figyelj, tehát én mondom németül, én elég jól tudok beszélgetni. Én is nekem, nekem nyelvvizsgám, hát nekem ahhoz nem kellett nyelvvizsga, hogy mit tudom én, azt nekem, hogy Gáncó ne fájbergét, disózenik, Gáncó ne ne büti, tehát ezt megtanultam, azt ö, ö, csinálom. Megy az ezzel. Érted szóval, de ehhez nem kell kellett nyelvvizsga, meg kellett tanulni németül a szöveget, meg a dalokat, amikor németül játszottam, de hát ez nem kell nyelvvizsga. Akkor ott van az, hogy számítógépes ismeretek. Na, hát most a, megy a ki élőbe a e, mi ez, TikTokon, de hát a kamerát nem tudtuk megfordítani. Tehát érted, szóval, e, Megfordítottuk végül. Megfordítottuk, de hát nyilván, amikor valaki e, számítógéppel kezd el dolgozni, vagy interneten, akkor nem úgy böngészik, hanem azt mondja, hogy Megnyomok egy gombot, és tudom, hogy mit nyomtam meg. Hát én a mai napig nem feltétlenül tudom, hogy mit nyomok meg. Jó, itt annyit kell, meg lehet, hogy a YouTube-on nézzük, hogy ö, nem tudják, hogy Tamásnak van egy nagyobb TikTok csatornája, és akkor ott most fut velünk párhuznosan egy élő, ahol képet is ö, tudsz közölni, és van pár néződ, és lehet, hogyha van kérdés, akkor onnan fog érkezni, vagy akár majd a YouTube-on. Kérdezzetek. Nyugodtan. Kérdezzetek bátran, nem harapunk, nem harapunk. És visszatérve erre, hogy ha az ember használja, tehát én sem használok, van TikTokom, de nem tudok élőzni, emiatt így nekem is így keresgélni kellett a báltáson, de megtaláltuk végül, tehát azért az ember, hogyha amit használ, akkor utána készségszintre azért fel tud ez jönni, tehát nem kell óckodni a technikától, de ha nem érdekel, nem fontos, nincs rá szükség, akkor persze az ember nem kell, hogy Igen, de a, a, pályaválasztásról beszéltünk, és ott azért feltételek vannak, tehát ott azért nem az van, hogy gyere és majd ott megtanulod, amúgy valahol, hogy ki, amúgy valahol kitanítanak, tehát akkor emberhiány vagy vannak olyan szakmák, hogy oké, okay, akkor három hónap betanítási, tehát van, tudok ki erről, hogy te kell az ember, és akkor nagyon, jó, akkor a cég azt mondja, hogy kitanít és akkor vagy ilyen rövid. Igen, de akinek van önkritikája, az tudja azt, hogy ö, neki egy óra elég ahhoz, hogy megtanuljon bizonyos dolgokat, egy nap, vagy pedig öt év se. elég. Én ez utóbbi vagyok. Úgyhogy ö, tulajdonképpen visszatérve és befejezve ezt a, ezt a szakaszt, tehát én megpróbáltam a, a COVID alatt, és nem sikerült, úgyhogy pályán maradtam amúgy érdekelne valami, amit hogy nem? most mondok, vagy asztalos, vagy bármilyen foglalkozás, ami hát, ha nem bűnye. is pont e, ilyen mesterség, de van olyan, ami érdekelne, például az újságírás, az kifejezetten érdekelne, a politika e, világa nagyon érdekelne, ott is szívesen. Na de hát erről már lecsúsztam. Miért mondod ezt? Hát mert ez így van. Hát amit, amit elmondtam azért, tehát ahogy, ha valaki 13 éves korától folyamatosan csinál valamit, és nem csinál semmi mást ezen kívül, akkor nagyon sok mindenről lecsúszik. Én mondjuk Csernussal értek egyet, hogy mondott erre egy konkrét példát, egy 50-60 éves hölgy, így a, befejezte a valamit tudom milyen karrierjét, és utána bement az egyetem, és a pszichológus lett. Tök Elvégezte, és még tudod, ha még él mondjuk 10-20-30 évet, akkor még 10-20-30 évig abban tud praktizálni, mert annyira érdekelt, rájött, hogy ő ezt ez el szeretne benne mélyülni, és te egyrészt persze a saját szórakozás, hogy érdekelt, el akart mélyülni, hogy már benne dolgozik, vagy nem, de tudott erre példát mondani, hogy volt, volt, van Hát ott karabd. van Tolnai Klári, aki 80 éves kora fölött kezdett el egy újabb nyelvet megtanulni, mert neki az volt a hobbija, hogy ő, 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 nyelveket tanult. Csak akkor kezdett el, nem tudom, hogy melyiket, de egy újabb nyelvet megtanulni. Hát ezek tehetségek, én nem vagyok az, tehát én nekem... Mondjuk ö... a nyelv, én nekem sincsen érzékem, ezt bevallom töredelmesen, tehát például a feleségemnek tök jó nyelvérzéke van, tehát amikor mondjuk mentünk Japánból, elkezdett japánul is tanulni, persze egy minimális szinten, meg azóta nem használja, és így kikopott, de őt így érdekelte, neki ez így hobbi. Te le a kalappal. Hát, igen, én is így, hogy kinek mi az affinitása, tehát kinek hogy van az agya behúzolózva ilyen szempontból, totál megtom, hogy nem vagyunk egyformák, és, és más másképp máshoz van affinitásunk, de lehet, hogy valamihez van, és tök gyorsan felszívnád, de maradjunk a kaptafánát, de az, a művészi a színházvilágon belül, te színésznek indultál, és mellette rendezői kvalitásokat is felszívtál, rendező is lettél, hogy ez így menet közben, úgy érezted, hogy a másik oldalon is szeretnél állni, ez így hogy alakult neked, hogy azért ennél a szakmán, ennél a... Um, szekcionál maradtál, de azon belül el akartál, nem minden színészből lesz amúgy rendező. figyelj, szóval ö, ö, rendezőként ugye az, a, az, az érdekes, hogy most itt levettem a hangot a TikTok üzén, és azt teszem most vissza. Csak nyugodtan, kis technika. Igen, kis technika, csak remélem nem fog csöngeni a telefonom. annyi baj legyen. Hát majd akkor. Az élőnek a szépsége. Ugye Igen. valamit, el. valamit föltoltam valamit. Na, remélem, hogy amit föltoltam, nem toltam el. Ö, tehát a ö, kérdésed... A rendező, hogy a rendező még jobban elmélyült így a színházban, hogy nem csak a színész akartál maradni, hanem... Ö, figyelj, ez a rendezőség, ez teljesen véletlenül jött. Én megcsináltam az egyik gyerek előadásomat a Jászai Mari színházba. Ez egy, hát most hogy mondjam szépen, ez egy saját magam által kreált előadás volt, egy hakni, amit én lejátszottam a Jászai Mari színházba, és az akkori igazgatónak ez megtetszett és azt mondta, hogy akkor akár csinálhatnék nagy színpadi előadást is, mert ez, ezt ő jónak találta. És akkor így kezdtem el rendezni. Nem ez volt az első rendezés, ez volt az első rendezés, mert úgy mondtad, hogy rendeztél egyet, nem feltétlenül ez volt az első? Hát én első. külön választom azt, ami a, a, amit a saját magam boldogulása érdekében hoztam létre, ezeket a sátoros bábelőadásokat, amiket megfogtam és jártam vele. Most én 18 éves koromról beszélek, meg 20 éves koromról az óvodákat, meg a művelődési házakat, tehát ezt én nem veszem a, a rendezés kategóriájába, de egy ilyen, kis produktumomat elvittem a Jászai Mari Színházba, amitől aztán ö, ott ragadtam, és akkor már nagy színpadi előadásokat, kőszínházi előadásokat kezdtem el rendezni felkérésre, és akkor így maradtam. És akkor ö, mi volt az első? Tehát mit, mit első rendezése? Hát az ami... első az a tücsök és a hangya volt, az egy stúdió előadás volt, és ezt követte a Hófehérke, meg a Törpé című mese operett, és ez volt, ez volt az első nagy színpadi Ezeket amúgy több, amit említettél a címet, hogy fenn van a YouTube csatornád, amit a videó leírásában meg lehet nézni. A most, a most mindjárt mondom, hogy a nagy hohohorgász darabot, zenés játékot lehet látni. És visszatérve egy a rendezésedhez, tehát hogy milyen különbségek, akár kvalitásban, minőségben látsz a haknizást? Én amúgy többen pejoratíva használják a haknizást, tehát te elmondod, hogy neked a haknizás mit jelent, és akkor a, amikor már az első rendezésed megvan, és utána, hogy már rendezőként foglalkozol, meg összeraksz egy előadás, hogy milyen különbségeket látsz, hogy hasonlóságot, erősséget a kettő szekció, kettő fajta előadásait között? – Nehéz kérdés, mert a… – Te mondtad, hogy kérdezhetek bármit. – tehát... Így van, így van, így van, így van. – Kihívás elfogadva. – Kérlek szépen, egy jó, jó hakni az lehet egy nagyon jó előadás is éppen, és egy nagyon gyengén megcsinált színpadi produkció is változhat egy ótvarhaknivá. Tehát igazából nagy különbség nincsen, itt a, esetleg a pénzbéli különbség az, hogy egy, egy, egy haknit nyilván kevesebb pénzből tud létrehozni, és, 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 egy, és, egy, és egy nagy színpadi előadást, arra nyilván több pénz van ami nem egyenesen arányos az értékével, mert mondom, hogy ez, ez nagyon múlik azon, hogy, hogy mi az irodalmi anyag, amit színpadra kell vinni, vagy amit a ö, pódiumra kell tenni egy hakny esetében, ö, mi a, ö, a színészeknek a hozzáállása, milyen a rendezői elképzelés, mennyi segítséget kap a ö, adott rendező a színháztól. Tehát. Ö, tehát nagyon-nagyon vékony. A hakni az egy olyan, már eleve a szó is per, pejorál. Egy, egy, egy nagyon jól megcsinált hakni produkció az lehet ugyanolyan értékes, mint egy, mint egy nagy színpadi produkció, produkció és, egy, és egy nagyon sok pénzből megcsinált színpadi produkció lehet egy óvvarhakni kategóriájú. Mind a kettőre oda kell figyelni, és hogyha valaki szívvel, lélekkel és becsülettel csinálja a feladatát, akkor, akkor mind a kettő lehet egyenértékű, és mind a kettő lehet értékes is, és, és ugyanúgy lehet értéktelen is. Tuttalak követni, és tetszik ez a hozzá, és remélem sok alkotó személyiség így el ehhez. Adódik a kérdés, hogy melyik darabod, nem azt mondtad, legbüszkébb, de azt mondod, hogy minden összeállt, a csillagoktól kezdve optimális volt a szituáció, hogy van olyan előadás, ami azt mondod, hogy igen, ott a anyagiaktól, a szabadkézig, a színpadméret, hogy minden klapot, amit így meg tudtál rendezni, van egy ilyen ideális kül? Nagyon sok ilyen Fálasz van. Nagyon minden. sok ilyen van, és ö, ö, aki, ö, aki ebbe segített engem, az a Tóth Tibor, aki a Komáromi Jókai Színház eh, igazgatója eh, volt, amikor én ott rendeztem, és eh, ott tapasztaltam azt eh, meg, hogy, eh, hogy nem volt háttérbe szorítva a gyermekműfaj, nem volt eh, rá az mondva, ami nagyon sok kőszínházban, hogy igen, ez csak egy ilyen kötelező kör, hogy a, a gyerekbérleteseknek nagyon sokan e, így csinálják színházat és kőszínház igazgatók, hogy, 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 hogy nem, nem élvez prioritást e, a bemutatók e, sorrendjében sem, és, e, és a próbák során sem a, a gyerekprodukciók. És ott Komáromba, a Tot Tibinek a igazgatása alatt, ott ez nem így volt. Ott ugyanúgy készültünk egy gyerek előadásra, talán az egyetlen ö, ilyen közszínházi élménysorozatom az ott Komáromban volt, ahol, ahol minden segítséget megadtak ö, ahhoz, hogy egy igazi ö, minőségi produkció készül, na hát hogy milyen minőség, ugye, akkor itt ugye ez, Jogotta egy ez egy nem? szubjektív dolog. Tehát a kérdésedre a válasz az az, hogy nekem az ottani produkciók, az én azt gondolom, hogy én ott minden segítséget megkaptam, és hogyha az nem sikerült, akkor az esetleg nem sikerült, inkább így mondom, akkor az kizárólag az én hibám, mert én ott tényleg minden segítséget megkaptam, és ha pedig sikerült, az pedig ö, ö, közös érdem volt a színházzal. Itt arra kell gondolni, hogy te szárnyalhatott a fantáziád, akár kosztümökben, maximálisan, akár tízletben. Maximálisan. Mindent, minden segítséget megkaptam, és, és, ö, és abszolút prioritást élvezett a gyerekelőadás. Fontos volt a színház számára, és mondom, hogy a komáromi Jókai Színház Tóth Tibor által vezetett ö, ö, időszakban ilyen színház volt. De azt gondolom, hogy mondjuk tudod, a gesztéknek is a a légium mint halálig, és a dzsungákat, tehát azért vannak olyan darabok, amik persze az a nem csak gyerekeknek szólnak, de annyira nem egy ilyen mostoha gyerekként vannak ö, kezelve. Tehát ez, az, az a más kategória. Én a magam eseményeit mondtam el. Mm. Tehát én a magam eseményeit mondtam el. Nyilván, hogy, hogy hogy számos kivétel van velem, akár hány színházban megfordultam, kőszínházakra gondolok, vagy társlatoknál nekem ez a tapasztalatom, amit elmondtam. És a Dumaszínházba, oda hogy kerültél be, mennyire tudtál ott gyökereket engedni, ott milyen, milyen lehetőségeket kaptál? A Dumaszínház is egy nagyon szép időszak volt, de látod már ott, ö bekövetkezett az, hogy ugye a Duma Színháznak több vezetője volt. Három vezetője is volt abban az időben a Duma Színháznak. A három vezetőből egy volt az, aki a gyerekelőadások mellé állt, és ugyanolyan lényeges volt a gyerekelőadás számára, mint az összes többi Duma Színház béli produkció. Itt úgy hívják, hogy Sáfár Zoltán, aki tulajdonképpen kitalálta ezt a stand-up műfajt Magyarországon, vagy behozta Magyarországra ezt a műfajt. És ő nagyon a gyerekelőadások mellett volt, és ő ugyanúgy próbált engem támogatni, mint ahogy a komáromi Jókai Színházba tó tibi. Illetve nem is engem, hanem a gyerekelőadásokat. Igen ám, de volt más, két-más ember, aki pedig nem mindent engedett. Tehát nem engedte azt a fajta ö, hozzáállást a gyerek előadásokhoz, amit például a, Safi, a Sáfár Zoltán ö, akart volna, vagy amit ő csinált. Tehát, Tehát ilyen reális, meg racionális, anyagi vagy művészi koncepcióbeli ütközések vagy különbségek voltak, hogy valakivel jobban tudta együtt dolgozni, itt a Duma színházban volt. Nem, ezek csak ugyanazt a szót tudom, ismétlen prioritást. Tehát, hogy, az, hogy, 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 hogy ö, ö, a gyerekműfaj, az bizonyos embereknek mostoha, bizonyos embereknek pedig, pedig ugyanolyan fontos, mint bármi más. Hát ugye a 70-es, 80-as, 50-es, pláne 50-es években ugye az egy büntető tábor volt a színészek körében, hogyha valaki a, a akkori Hajdani Bartók gyerekszínháznak volt a tagja, tehát a gyerekszínházba száműzték azokat a színészeket, akik a rendszerhez nem voltak kedvesek, vagy a akkori Dériné színházhoz, vagy a József Attila színházhoz, vagy a Báb színházhoz, de itt azért kiemelném a Báb színházat, meg a, meg a Gyerek színházat, tehát az egy, az egy számüzetés volt. Nyilván akkor is volt olyan, aki, aki Báb művészként szeretett volna élni, és szeretett volna alkotni. Nyilván nem azokra gondolok, hanem azokra a kollégákra, akik esetleg élőszínházba színházba vágytak, de valamilyen oknál fogva a rendszer ott onnan kitaszította őket, és elküldte a gyerekszínházba vagy a bábszínházba őket játszani. Tehát a gyerekszínház az, az, egy, az, egy, az egy büntető tábor volt egy időben. Hát most ez már nincs így, de még Hála mindig... Igen, de még mindig van a gyerekszínház csinálóknak egy, egy olyan egy olyan megítélése, ami, ami hát ők csak gyerekszínházat csinálnak. De mekkora ez a közösség? Tehát így ismeritek, ez nagyon egy szűk közeg, tudjátok ki merre, mit csinál, próbáltok, nem azt mondom, ilyen szakszervezetszerűen egymásnak itt segíteni, tehát ez mennyire, mennyire egy szűk közeg, és mennyire, hogy érzi magát a bábszínház közösség, a bábszínház alkotók? Nem tudom, én igazából csak a maga dolgával foglalkozom. Tehát én én másoknak a, a amennyire lehet nyomon követem, és hogyha földobja a Facebook, akkor ránézek, ha a YouTube-on garázdálkodok, és ott nézelődök, akkor megnézek egy-egy kollégának egy-egy produktumát. De igazából én azzal foglalkozom, mit én csinálok, és, és, és arra szeretek időt fordítani. Nincs, nincs össze, olyan tekintetben nincs összetartás, hogy na most akkor csináljunk együtt. De volt erre kezdeményezés? Soha, valaki... soha. Hát lehet, hogy most adok ötletet, vagy valaki hallja, hogy hát miért ne lehetne, mert tudod, a szakszerzetnek is az a lényege egy cégen belül, hogy egység, összetömörülni, elérni valamit, hogy valamikor az egyén, lásd mondjuk, hogy te, hogy egyes szám másik személyben, vannak problémák, vannak nehézségek, amik érzel, hogy lehetne változtatni, lehetne másképp kezelni, de lehet, hogy összefogva meg azért ezen tudtok. Ez egy izgalmas kezdeményezés, amit mondasz, különben, tehát ez egy izgalmas dolog lehetne. Szerintem nem Magyarországon, mert ott Magyarországon mindenki a saját szalonnáját sütögeti, és nem akarnak egy közös százszemélyes tálat csinálni. Hát ez erre a szekcióra is igaz, sajnálom, sajnálom, de hát ha ez változik, vagy jön, jön vélfrissítés, jön, jön pár fiatal, aki azt mondja, hogy nem, ezen változtassunk, de nem is biztos, hogy ezen kell változtatni. Mm -hmm. Tehát az, hogy mindenki csinálja a, 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 a saját magát, és kialakul egy, 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 egy versenyhelyzet, és, és tényleg a megrendelők azt hívják, akit, akit jónak találnak, ez oké, és itt itt a probléma nem ezzel van. A probléma azzal van, hogy ha az állam megmondja, hogy kiket kell hívni. Hát itt már belemettünk a politikába. De és... Menjünk így... bele, és hát semmi probléma nincsen. Itt az állam megmondja, hogy kiket kell hívni. Tehát van ez egy úgynevezett Dériné színház, volt is az 50-es években különben, meg a 60-as években a Dérinés színház, említettem, ugye a büntető tábor volt, amikor különböző ö, buszok mentek a ország minden pontjára, és akkor ott operától, a, operetten át, a, a gyerekelőadástól a prózai előadásig mindent játszottak a, ezek a ö, dérinés kollégák, Dérinés színészek, amit az állam. Ö, Jónak találta, tehát többnyire szovjet darabokat játszott, szovjet mesejátékokat játszott, és ezeket terjesztették az országba mindenhol. Most ugye ugyanez visszatért, és még a neve se változott, mert ugyanúgy. Nem túl kreatívak, <síns> ugyanúgy Dérinén maradt, és tulajdonképpen 200 forintos jegyárért, bárki megnézheti a, mit tudom én, Attila az Isten ostora, vagy nem tudom, mit te, fel, minél magyarabb darabokat, és akkor nekünk meg versenyezni kell ezekkel az előadásokkal olyan tekintetben, hogy most, most azt mondják, hogy hát miért te is csinálhatod azt, amit csinálsz, mi is csináljuk azt, amit csinálunk, és majd választanak. Igen ám, csak hogy ott az állam támogatja ezeket az előadásokat és ezt a programot, ahol a jegyár 200 forint, még egyszer 200 forint, szemben mondjuk egy magánszínházi vagy egy művelődési házba megrendelt nem dérinés produkcióval, ahol el kell kérni mondjuk a 2000 forint feletti jegyárat, hogy mondjuk nullára kijöjjön az előadás, hát akkor tessék fölvenni a harcot lehet? Hát ez ilyen Don Quixote, Don mm -hmm. Quixote harsan, és hát a nagy testvér, meg az állambács, hogy mennyire lehetetlen el, milyen helyzetbe sodorja, és erről beszéltünk az adás előtt, hogy hát Magyarországon hogy a színházi széna azért igen nagy nyomás alatt van, és nem könnyű a projekteket, pénzeket, taót t és túlélni, kreatívnak maradni, előadásokat, csapatot, szintásokat egyben tartani, de lehet, hogy pont ez adja a savát és a borsát a magyar színház életnek, hogy ennyire küzdeni kell, és, és mégis akarni megmutatni, hogy igen, itt vagyunk, reflektálni a jelen, jelen körülményeket, de elhiszem, elhiszem, hogy nagyon nehéz. És még te is még a pályán, mert lehet, hogy más szaktársad már rég elhagyta a pályát a körülményeknek köszönhetően. Biztos, hogy van ilyen is. Hát rengetegen hagyták ott a pályát, hát eleve rengetegen mentek külföldre. Neked volt ilyesmi, akár elhagyni a pályát, oh, vagy külföld? Hát, most Bécsben beszélgetünk. Jó, nem véletlenül. És, és, és ez az első lépés, amit holnap meg fogok tenni, ahhoz, hogy kicsit távolabb kerüljek ettől a, ettől a magyar borzalomtól, ami, ami most Magyarországon van minden területen. És minden erőmmel azon leszek, hogy, hogy, hogy minél több előadást tudjak itt Bécsbe a Svunk társulattal ebbe a pigmalion színházba ö, csinálni. Ö, pontosan azért, mert nekem is egy, egy menekülési lehetőség ebből a borzalomból, és ami még nagyon fontos a nézők szempontjából, hogy hát egyre több a magyar ajkú család és a magyar ajkú publikum akár itt Bécsbe vagy Ausztriába, is, meg más országokban is. Tehát nem Így tudom, hogy milyen Rátérhetünk oda az oktatásokra. Így van. Tehát van, én azt gondolom, hogy, 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 egyre inkább van relevanciája egy ilyen történetnek. Ha csak a magam oldalát nézem, akkor, akkor azért, hogy, hogy ebből, a, ebből a sztálinista borzalomból kimeneküljek, amit most Magyarországnak hívnak, másfelől pedig a publikum létszám is emelkedik külföldön, a magyar publikum létszám, úgyhogy lehetőség van arra, hogy előadást csináljak, és hogy esetleg nézőkre is szert tegyek. Nekem szerkesztőként azért még figyelem kell erre, és érdekel is, hogy a Dumas Színház az végül hogyan ért véget, miért lett annak vége, meg mennyire volt meghatározó szerepe így a pályádnak. Uh -huh. Hát akkor ott folytatva, ahol abba hagytam a politikánál, azért, mert a kormány ezt a bizonyos TAO támogatást, ezt megszüntette. Ezzel megbénítva például a Duma Színháznak azt a kezdeményezését is, hogy csinál egy gyerektagozatot, és nem csak stand-up kabaréval szórakoztatja a közönséget, hanem gyerekelőadásokat is csinál, aminek semmi köze nincsen a stand uphoz hanem rendes gyerekelőadásokkal is előrukkol a hétvégéken. Ezt a kormány egy tolvonással és a TAO kiiktatásával tulajdonképpen megszüntette. Na és még mennyi mindent. Hát sajnálom, hogy ennek így lett vége, de én rákanyarodva, vagy visszakanyarodva az, hogy nem hagytad el a pályát. Tehát ilyen szempontból mi volt az, ami itt a pályán tartott, hogy a körülmények, nehézségek, anyagi problémák, bármi miatt, te azt mondod, hogy mégis ezt csinálod, és nem mész el külföldre, hajóra dolgoz, mert jobban keresem, vagy mondtam pár mm. dolgot, hogy vannak olyan pontok, amik, hát így meg tudsz említani, ami tényleg ezen a, ebben a hivatásban a pályán tartott, mert tényleg a körülmények... Csak, csak az, amit már elmondtam, hogy nem értek semmi máshoz. Úgyhogy csak ennek ilyen prózai oka van. Én mentem volna. Tehát nem, nem, nem akarok most ilyen szentimentális lenni Szép dolgokat mondani, hogy azért, mert ez a pár a ennél csodálatosabb, és hát el nem tudom Ó, képzelni. Nem, sajnos ilyet nem tudok mondani. Mentem volna, szívesen ott hagytam volna ezt a pályát. E, nagyon sokszor e, e, utamat e, állták e, a pályán során a pályám menetelésében nagyon sokszor keresztbe tettek nekem, főleg a politika, most is például a kata megvonással, tehát nem ezért nem, tehát nem, nem szentimentális okokból, hanem tényleg azért, mert nem éltek semmi máshoz. Még sokan vannak így ezzel, tehát most nem haz e, akarok ezzel állítani, de többen megindultak, és akkor vannak olyan munkák, ez munkák, amit lehet csinálni és lehet relatíve jól keresni, mert azt mondták, hogy a körülmények, akár a Magyarországon van, hát hogy köszönjük szépen, vagy svájci hitel és társadalom, ahol a kényszer mondta azt, hogy hát oké, én bölcsész, diplomám van, de akkor elmegyek a hogy elmegyek ide oda oda mert uh -huh. muszáj vagyok, a csekedbe befeszíteni, muszáj vagyok a családomat támogatni, tehát akkor neked nem voltak ilyen nagyon-nagyon olyan szituációk, hogy muszáj, muszájból akkor itt hagyd ezt a pályát. Csak, csak ezek miatt, a prózai okok miatt nem. De akkor másik oldalról, hogy tök hogy tudtál maradni, tehát hogy nem kellett elhagynod, tehát oda nézni, mert ez szeretett ezt ja, 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 Tehát ez, ez pozitív, és hogy nem volt olyan pont, hogy azt mondod, hogy na jó, akkor tényleg muszáj vagyok ezt ott hagyni. Mert hát a Covid e alatt volt ilyen pont, hogy muszáj vagyok, de nem sikerült. <laughs> tehát igen, tehát végül is valamilyen szinten szerencsém is nem, nem, tudom, hogy ez szerencse, mert lehet, Én nem szerintem ha... a szerencse szót valaki Én... használja, lehet ez, tehát nem véletlenül kell, tehát ez a sorsod, ezt szereted, jó vagy benne, visszajelzések, nem halsz éhen. tehát egy csomó olyan dolog van, amik teljesülnek, tehát ha ezek nem lennének, akkor valószínűleg nem lennél még a pályádon, nem lennél itt Bécsben, de szereted csinálni, látsz benne perspektívát, de nem akarom a szavakat a szádba adni, és ez ilyen szemben tök jó, és láttál is világot, és akkor adódik a kérdés, a világ ott jártak, akkor nem volt, hogy valahol ott, akarsz, hogy ott akartak csábítani, hát azért Izraeltek, ez sokfele jártál, hogy az a periódus, az mennyire volt izgalmas, mennyire volt nyüzsgő, az, az arra, hogy gondolsz így vissza? Hát ez nagyon nyüzsgő volt. Az az, a, az, az az időszak volt, amikor a kelet-európai posztkommunista országokban a, a, az emberek töredékét kerestek ö, ö, fizetésben, mint amit a norvég, svéd, finn, német, osztrák kollégái, és ezért kitalálta egy svájci asszony, hogy ő csinál egy olyan színházat, ahova meghívja a kelet-európai blokknak a művészeit. Csináltunk is Anders Öhnen, tól elkezdve, a Schwarzwald-médelen át, a Viktória und ein Husar-oder, man, Oder Grafin Marica, Oder. Ez hosszú und so weiter. Äh, És akkor ezekből a főleg operett produkciókból csinált egy turnét, és akkor a kelet-európai kollégák tulajdonképpen bagóért játszottak, játszottunk, ami nekünk hatalmas nagy pénz volt. Hát de... Mondtad, hogy átvertek titeket? Egy nem nem, 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 teljesen korrekt volt a játék. Hát nekünk az, nekünk az, nekünk az hatalmas nagy pénz volt. Hát mi akkor kaptunk száz márkát egy előadásra. És így a paggóta, úgy, ahogy mondtad, miért féltem, vagy úgy hallaszod, hogy ennek örülök, hogy akkor végez. Nem, nem, nem volt. Nem ez egy, ez egy nagyon jó, rafinált döntés volt a, a svájci asszony részéről, hogy ezt ő kitalálta, hogy kelet-európai művészekkel megtölti ezeket a produkciókat, Töredékét kell fizetni, mint hogyha ugyanezt egy norvég vagy egy német, Na, egy nyugat-német nyugat színész csinálná, vagy énekes, töredékét kell fizetni, könnyebben el tudja adni, mi is jól járunk, ő is jól jár, nem volt ebbe semmi átvágás, ez egy nagyon jó ötlet volt. Csak hát aztán utána, ahogy teltek múltak az évek, úgy mi is egyre inkább belekerültünk a, a kapitalista létbe, és akkor mi is, a kollégáim is, lehet, hogy én is, nem tudom már arra, nem emlékszem, de mondtuk, hogy na jó, akkor most már kérünk 200 márkát, most már 300 márkát, és akkor egy idő után elérte azt a határt, amikor amikor azt mondta a, a csaj, hogy na jó, de akkor mindenki fizesse költséget most már nektek, most már ezt ugyanennyi pénzért megcsinálja a német is, vagy az osztrák kollega is. És akkor lett vége ennek a történet? És akkor ennek vége lett. Ez egy jó, hogy vége lett, vagy akkor nektek lehet, hogy engedni kellett volna, mert anyagilag, meg azért így jönni-menni, úgy, úgy hangzik, hogy ez egy tök jó lehetőség volt, vagy az, az úgy ma kifújt, úgy érzed, az a történet? Figyelj, a, tehát ezen a pályán, meg én szerintem az életben is jönnek-mennek az időszakok, tehát az, az egy ilyen időszak volt. Kár, hogy vége, vagy nem kár, hogy vége, ezt nem tudom, jött helyette más, akkor elkezdtem utána rendezni ha én azt tovább csinálom, akkor lehet, hogy nem rendeznék, ha azt nem csinálom, akkor lehet, hogy még mindig az Egrik színházban lennék, tehát igazából ezt nem tudom visszagörgetni, hogy mi lett volna akkor, hogyha ez nincs, vagy az van. De összességben nem, ízzelet, nem rossz ízzelet, vagy ez nem, 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 volt. Nem, a... nem, 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 Hát csak így mondtad, hogy... Van olyan az életemben, ami rossz ízzel ért véget, de, de, de nem, az, talán egy vagy kettő, de nem, általában, ami egy idő után véget ér, az kifullad, és akkor jön helyette egy másik, ami, 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 lehet, hogy jobb, lehet, hogy ugyanolyan, lehet, hogy egy picit rosszabb, akkor meg megint tovább lép az ember, de volt, persze, volt olyan is az én életemben, ami kifejezetten rossz szájízzel élt véget, ez mondjuk ez a turné időszak, ez nem az. Már egy Különleges lehetőségnek tudom, nem feltétlenül, nem tudom, hogy így a bábszín, bábszínházasok, vagy akár a magyar színészek közül is mennyien tudják így a világot járni, de ez a másik oldalon meg tök hogyha van egy történet, és az úgy van egy íve, és akkor az úgy, úgy volt kerek, és megvolt, mm -hmm. elég volt, szép volt, jó volt, be lehet zárni ezt a felirat, és lehet egy újat nyitni, akkor ez egy tök jó, tök lehet, és meg ez, hogy így több fele mentél, de tudod, ez egy utazós csatorna, és adódik a kérdés, mondhatod, hogy csak németül beszélsz, hogy így, hogy tudtad ezt így szervezni, egyeztetni a magát, a létezés az utazás alatt, hogy angolul, az angol, ilyen body language-en így el vagy lesz, hogy ezt? Nem, tudom nem, nem nem vagyok. A német az, el, a német, igen. De hát, hát ez az. nem így indult, ez úgy indult, hogy fonetikusan tanultam meg a szövegeket, az operetteknek a szövegeit, akár Le, a akkor. prózáját, akár ezért jött egy kedves barátom, aki akkor tudott, már akkor tudott nagyon jól németül, és akkor először elkezdte magyarázni nekem, most azt mondtam, figyelj, nem magyaráz, inkább fonetikusan leírom íh, tehát hával, íh, és így tovább. És akkor ezt így megtanultam. De közben amúgy uh, Tamás a kezét mutatja, hogy a kezedre volt, mert a Youtube-on nem látják, tehát a kezedre volt felírva, egy ilyen, tudom, kis litár, De mindenhova fel volt írva, de ezeket azért megtanultam, ettől függetlenül mindenhova fel volt írva. Úgy, mint uh, Mercurynek volt a tavaszi uh, szemüzet, ne, hát figyelj, voltak felírva dolgok, persze mindenhova díszletben voltak elrejtve papírok, de nem ez volt a jellemző, az volt a jellemző, hogy azért ezt, ezt, ezeket a fonetikus a leírt szövegeket, ezeket megtanultam, vagy megtanultuk aztán megmondta a német tanár, hogy hol kell mosolyogni, hol kell szomorú arcot vágni, mert ezt igazából pontosan nem tudtuk, hogy mit mondunk, de aztán ez nyilván nem maradhatott így, csak egy, egy, az de egy, egy Ez neked, mint alkotó embernek így összerakni, így létezni, azért ez, ez egy kihívás lehetett, meg nem lehetett egyszerű, hogy így játszani, úgy, hogy... Ez egy Mondjuk ki, ez egy primitív... Nem, nem én, köszönöm, hogy nem én mondtam ki. <laughs> ez egy rendkívül primitív játék volt akkor, nem is ment ez sokáig így, mert utána, ez a lényeg, ugye, ahogy, ahogy, ahogy aztán én elkezdtem dolgozni a, a kollégákkal, a német kollégákkal, meg a román, meg a, nem tudom én, litván kollégákkal, úgy ugye a közös nyelv az a német volt, úgyhogy előbb-utóbb nekem el kellett kezdeni kommunikálni németül. De soha nem tanultam, hanem én úgy beszélek németül, hogy, hogy, hogy én ezt hallás után tanultam meg, tehát rengeteg uh, grammatikai problémám van, de el tudok beszélgetni folyékonyan. És most hogy milyen állapotok vannak itt vagy Ausztriában, hogy mondjuk a németül nem akarsz megtanulni, és akár itt Ausztriában fixen valamilyen pályát elindítani. Hát tehát, most elindítottuk. De elindítottuk a, a felhúzod, akkor. Figyelj, hát én németül is okay. ö, szívesen ö, eljátszom ezeket az előadásokat, amiket, ö, amiket most idehozok. Az egy későbbi beszélgetés ö, lesz majd a. Schwung vezető Pult Balázssal, odáig még nem jutottunk el, de ne de, szűkítsük le persze a nek a, a táborát, nyissunk a ö, német ajkók felé is, és én nagyon szívesen elmondom a Paprika Jancsi szövegét németül is. E, de arra gondolok, hogy nem feltétlenül mondjuk, ha Schwung azt mondja, hogy hát ne, ő csak így a magyar előadását akarja, de itt vannak német báb színházak és velük felvenni a kapcsolat, de oda meg lehet, hogy ma azt mondják, hogy tudják kommunikálni velük, egyeztetni mi De azt most is tudok, tehát kommunikálni tudok, csak a szövegeket pedig meg tudom tanulni, tehát tehát az más, hogy a, tehát érted, szóval ahhoz nem kell nyelvvizsga, hogy én mit tudom én. Nem de azért szintet emelni, meg fejlődni De a szintet emelni nyelvben csak úgy lehet, hogyha beszélsz. Nem? Tehát, hogyha beszélsz, folyamatosan beszélsz és kommunikálsz. Hát most én kimegyek a parkba sétálni, mondjuk a podcast után, és ott mellém ül egy néni vagy egy bácsi, és elkezdünk beszélgetni, akkor az már önmagába véve is egy, egy übung, nem? Te itt el tudod mondani, mondjuk azokat az értékeket, azokat a gondolatokat? Mindent. Körülbelül úgy? Mindent, mindent el tudok mondani. Németül csak sokszor a rossz grammatikával. De bármit el tudok mondani, persze is. Ha pedig egy szöveget kell megtanulni, egy egy, egy szerepet kell megtanulni, hát azt nyilván pontosan kell megtanulni magyarul is, meg németül is. Tehát ott az, az megint egy más helyzet. De persze, hát én társalgási szinten körülbelül úgy beszélek, hogy azt mondom, mit hallani te szeretnél. Tehát felcserélem nem a szórendet. Nem hallottalak még németül beszélni, de mert ab ab abból azt rakom össze, amit így Könne mesélzik. Könne weiter auf Deutsch vielleicht? Wenn du ez kein probléma. Nein, wir <laughs> sprechen wir weiter auf Ungarisch. <laughs> ja. Oké, de amúgy drukkolok meg ezt, amiatt kérdezem, hogy mondhatod, hogy meg látom, követtem, hogy követem, oda odahaza mi van, tehát ez nem akadálya annak, hogy te akár egy másik országban nyissel és, és drukkolkozva, vagy és sok sikert kívánok ehhez. Simán, és hát ausztria meg a, a, a szívem csücske. Tehát, e, most fognak majd a, a magyar nemzeti érzelmű hallgatók csodálkozni, amit most fogok mondani, de én amikor átlépem a, az osztrák magyar határt, és belépek Ausztriába, akkor valahol, valahogy úgy érzem, hogy hazajöttem. Tamás, én már 12 éve élek küldött, tehát akik követnek, hallgatják, ők nem feltétlen, de mondjuk, ha igen, valaki ide téved a YouTube algoritmusnak köszönhetően, én nagyon szívesen chatben, vagy akár most is az live streamben, vagy Kommentben így elbeszélgetek, hogy mi, hogy merre, meddig, és nem véletlenül élek már 12 éve külföldön, és sokszor elborzadok, hogy mi van otthon. Te követtem, meg szoktam politikai témájú adásokat is készíteni, szóval azért próbálok napra kész lenni, követek mind a két oldalt, tehát nem azt mondom, hogy az origót is elolvasom állandóan. De így azért elég abszurd dolgok és nem is. Ja, Figyelj, vagy, én egy balliberális tűnt. ember vagyok, de hogyha a, 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 amikor a balliberális kormány volt Magyarországon, én akkor is, amikor átjöttem Ausztriába, akkor is ö, ö, úgy éreztem, hogy hazaérkeztem. De ez egy érdekes dolog, mert te, mint ö, világutazó, talán te is megtapasztaltad azt, hogyha, ö, hogyha utazol, akkor bizonyos országokba azt érzed, hogy hogy biztonságban vagy, és bizonyos országokba pedig érzel egy kis bizonytalanságot talán nem tudom, hogy neked ez így működik-e. Volt mind a Izraelben. Izrael például mit éreztél? Bizonytalanságot. Ah, igen, Abszolút bizonytalanságot. Azok a fegyverek, meg a katonák. Abszolút. Tehát az, hogy az em, tehát azt mondja, hogy a kolléganőmnek azt, a kolléganőm azt mondta, hogy ő elmegy megnézni a belváros, egy küls, külső, részén laktunk Izraelben, Netanyahuban. Netanya, jól mondom, ott Netanya laptunk. volt az elnök, Neta... de nem tudom, hogy van egy ilyen, kerep. lehet, hogy van ilyen kerep. lehet. Netanya volt a, Lehetség. egy ilyen külvárosi rész, és azt mondja, hogy bemegy megnézni a, a belvárost. És akkor így ránézett a, a mi csoportvezetők, és mondja, hogy egyedül mondja a kolléganőmnek. És akkor mondja, hogy igen. És akkor felszállt a buszra, és akkor aztán ő elmondta, hogy a, 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 buszon, hát azért fura úgy utazni, hogy ott áll melletted egy, kapaszkodik egy fickó, akinek ott egy gépkarabéja a, 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 a hátán. Igen, 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 tehát az ott normális, tehát ott abszolút bizonytalanságot éreztem, de vannak országok, ahol, ahol, ahol én abszolút biztonságban éreztem magam, amikor, amikor, amikor ugye belépek. Érdekes, hogy valamilyen oknál fogva, Svájcba, amikor megyek, ott se érzek százszázalékos biztonságot, de nem azért, mert azt érzem, hogy Svájc az bizonytalan, hanem az én helyzetem a svájcihoz képest bizonytalan, tehát hogyha ott valami történik, akkor én egy, egy svájci területen, egy autóbalesetnél például én hogy leszek ellátva. Mi, Európában hogy el van... El, hát, de az nem Európai Uniós ország, tehát... Európához, Európában van, tehát nem... Világos, fogod, de azt a fajta... Tehát ne, ne, nagyon nehéz ezt megmagyarázni. Ausztriában ezt érzem. Németországban se érzem annyira, mint ahogy, mint ahogy, mint ahogy például Ausztriában. Va, nem tudom, ezek megmagyarázhatatlan dolgok. De például a Spanyolországban is érzem. Tehát azt ott is érzem, hogy ha ott, ott megyek, hogy valahogy ott amikor az ember azt érzi, hogy itt mű, ez működik. Ez működik, itt minden, itt minden okés. Még Spanyolország látok, csak nagyon szerettem, tehát én elkaminut megcsináltam, többször sok időt töltöttem Spanyolországban, de ott ez a mannyána, meg ilyen nagyon lazat, tehát maga a kultúra, maga az egészségügy, a társadalom, hogy felépül, tehát ez határozottan, egy működőbb Ausztria, nem véletlenül élek. Abszolút is, működő. Nem. De valakinek de... ez meg izgalmas, különleges, azt a vibe éli, tehát én totál megértem, hogy valaki imád élni, tehát ki, ki mire vágyik, ki milyen biztonsága, ki milyen atmoszférára vágyik. Igen. Hát ezeket nehéz megmagyarázni, hogy, 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 hogy ö, ö, bizonyos helyek milyen, ö, ö, milyen érzéseket keltenek abban a képen, ott, ott van és ott, ott járkál. Csak egy visszatérve, hogy beszéltünk Izraelről, hogy milyen volt, hogy a, ez a hogy jártátok, az orsz... jártátok a világot, hogy pár országot, pár előadást, hogy ki tudsz emelni, ami meghatározó volt, különleges élmény volt így a, az életedben, vagy akár a pályádon? Az az igazság, hogy most 35 éve Gratulálok, <laughs> a nagyon szép. Hát ez ne gratulálj, ez gondolálj. <laughs> Figyelj... Letag, Letagadhatsz pár évet nyugodtan. Meg hát gondolom, akik látják. Letagadhatsz jó pár évet. Tessék? <laughs> <laughs> Oké. <Okay>, Olvaslom. <laughs> te, tehát ö, figyelj, nagyon sok ilyen volt. Nagyon sok ilyen előadás volt. Nagyon sok ilyen, nagyon sok olyan szerep volt. Ö, ami, amit, 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 ki tudnék emelni. Nagyon sok. Tényleg nem, nem tudok egyet mondani, mert... Hát itt az utazás alatt érget, olyan utazós csatorna, hogy amíg a világot jár, volt olyan helyszín, ahol felléptél, ami akár Izraelben, akár Németországban, ami nagyon, nagyon, különleges volt, atmoszférának, bárminek, ami így hát Berlinben voltunk sokat, tehát ott, 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 ott ez az utazó színház, ez ott tábort várt két hétre, és akkor ott két héten keresztül játszottunk ugyanazon a helyen, tehát arra így emlékszem. De tudod, amikor elmegyünk külföldre, vagy elmentünk külföldre, és minden nap más városban játszottunk, akkor nehéz vissza. Más hotelben, más színházban összemosodik, és már nem tudok egy valamit kell. A Berlint azt azért tudom kiemelni, mert ott hosszabb ideig voltunk, vagy mit tudom én például Dániában Bornholm egy kis sziget ahova folyamatosan visszajártunk ö, ö, minden, minden nyáron Bornholmba. Tehát azt, azt, is, de már nem tudom, most már nem tudom visszaemlékezni, hogy ott... Ezek csak punkák voltak, vagy azért volt benne szórakozások, mondjuk túrázás, kultúra, gurméskodás, és nem tudom, hogy mit szeretsz. Hogy volt az, vagy ez csak munka, munka, munka volt? Hát ez főleg ö, munka volt, de ez egy édes munka volt, tehát Jó, akkor nem vissza, az vissza, az csak, hogy vissza, vissza Bárdi Györgyhöz, hogy akkor, tehát én játszani mentem, tehát én, én jól éreztem magam, de hát tudom én, hát voltak lehetőségek, amikor ki tudtam menni sétálni, meg meg tudtam nézni a sétáló utcát, Na meg tengerpartot, meg nem tehát tényleg nem az volt, hogy csak a mint dolgozzá. Figyelj, hát ez úgy ment, hogy reggel, mit tudom, nyolckor beszálltunk a buszba, megérkeztünk, hogyha közel volt a, a, következő város, akkor mit tudom én, megérkeztünk mondjuk délután kettőre, akkor elfoglaltuk a szállást, utána este hattól már bent voltunk a színházba, mert beéneklés, és tehát azért volt egy két-három óra, amikor azért meg lehetett nézni, meg kimentünk ebédelni, meg megnéztük a, tehát nem, tehát nem tudtunk menni, tehát arra nem volt lehetőség, hogy, hogy, hogy teljesen megismerkedjek az ország, a város kultúrájával, meg mindennel. Tehát ilyennekre nem volt lehetőség, de arra, hogy egy kicsit magamba szívjam az ottani atmoszférát, arra azért volt és akkor már is térhetünk az aktuális, és itt vagyunk Bécsben, és azért remélem Bécset, hogy többször ezt majd még jobban fel tudod fedezni, meg adok szívesen tippeket, trükköket, majd, hogy mit érdemes, és remélem nem fogsz elrohanni, és lesz időd azért. Mert amúgy Bécs is sokat változott, meg fejlődött szerintem. Nagyon sokat járok Bécsbe. Nagyon sokat járok Bécsbe. Hát én, én hogyha nem eddig nem dolgozni jöttem, hanem mit tudom én az Eistraum, ott folyamatosan látogatom, mert imádom. Tehát én, 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 azért, ha nem is itt a rádió or orancs környékét, annyira nem ismerem. Meg az Ongáltan is szép. De majd azt akkor mondd meg, hogy hogy. És hát itt mondjuk volt. igen. Mondt, az Na, a akkor, akkor, oda fogok menni utána. De azért Bécset azért nem, tehát nem, nem idegen számomra. Vin, Viztul... vin, nur, du, a lány, zol, mistat, majdnet, raj, mezájn. Ugye rögtön eszembe jutott. Szuper, szuper. És akkor nézzük a, a koncepciót. Tehát, hogy jutottál el polbalázik, az ők találtak meg téged, és hogy mit terveztek, mit lehet elmondani, mi, ami, ami már nyílt titok. Bármit el lehet mondani. tehát, bármit el lehet mondani, semmi, semmi titkolózásnak, meg, meg ez tudod, mit nem vagyok. Meg, hogy a... Mi fog megvalósulni? Erre hát az, hogy mit tervezünk, és hogy mi fog megvalósulni, ez két különböző dolog. Ugye, ugye? É, ugye? ez, de nem, nem igazából a, a közönség fog eldönteni, hogy, hogy mennyire kíváncsi arra, amit uh, mi tervezünk, és remélem, hogy kíváncsi lesz rá, és mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy, hogy jót uh, csináljunk a holnapi első előadáson. Ebben például most a aktuálisan nézzük, most nem tudom, mi sötétült, de biztos, van mi váltás van. A süsüt látják, hogy lehet, hogy süsü is fog jönni Bécsbe. Hát süsü biztos, hogy nem fog jönni oh, de Bécsbe. Kár. Nem, akkor csak egy a mert a, meg lehet nézni. Ez, de a, ez, süsü a süsü süsü, ez egy nagy színpadi produkció, és azért a Pigmalion színház az... az hát a jön. pici süsü meg nincsen, mert a süsű az meg nagy. Na, szóval a lényeg a lényeg, hogy hogy, hogy, hogy aktualitások, és hogy mi fog megvalósulni. É. É, reméljük, hogy nagyon sok minden meg fog valósulni. Egyelőre az a terv. Én kerestem meg a Balást, én már egyszer fölhívtam, amikor... Uh, Szél Balázs, mi van veled? Amikor, amikor uh, Nem, az, hogy mi van veled, az, hogy bemutatkozzak neki, mert, mert, akkor volt ez a bizonyos Tao megszűnés a, a Duma színházban, és akkor volt az első olyan ingerenciám, hogy el kell jönni ebből a megnyomorított Magyarországról. És akkor Google-be beírtad, hogy Bécs, színház. És akkor nézegettem mindenfelé. Mindenfelé. Azt most már pontosan nem emlékszem, hogy hogy találtam meg, de én kerestem meg őt. De hát akkor egy egész társulatot hoztam volna wow. ide, tehát az lett volna a, a, a deal, hogy én idehozom a úgy, ahogy van az egész társulatomat mindennel együtt, de hát akkor én még Mi nem jelentem, tudtam. Mekkora volumen volt? Hát az az azért... mutattam pár videót, de... Azért az, mit tudom én, volt 20-30 ember, tehát azért az, 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 egy más, meg azok ma... színpadi előadások voltak, színpadi diszletek, tehát itt ilyen kamion léptékben Meséltem akkor el a balázsnak, hogy én. Gratulálok. Hogy, hát ő meg meglepődött, mert hát azért ez a, ez egy, ez a, ez a Swung, illetve ez a Pigmalion Színház, ugye be van a Swung társulat, aki a Pigmalion Színházba játszik. Tehát ez a Pigmalion Színház, ez egy pici, picike színház, azt sem 50 félőhelyes. Igen, még én is léptem fel benne, meg ahhoz lehet, hogy több nézünk, hallgatunk, de a videó leírásában ott lesz majd a is pár információ, ez egy pici színház. Igen, ez egy pici színház, úgyhogy én nem néztem ennek jól utána, és hát természetesen akkor nem tudott más mondani a balást, mint egy, mint egy nemet, mert hogy, mert hogy teljesen más léptéke volt a színháznak, és azt hiszem, hogy ő is akkor tájt indította el a társulatát itt Bécsbe, tehát ez 5-6 évvel, vagy 7 évvel, most itt pontosan nem tudom, de nem valahogy is, így is pontosan, é, é, valahogy így jön ki a lépés tehát akkor nem jött létre ez a dolog, aztán utána telt múlt az idő, én megcsináltam a kis bábszínházamat é, Magyarországon é, és akkor jött a következő é, ütés a kormánytól a következő késszúrás ugye a kata é, kivégzése é, a sok minden más mellett és akkor ismét felhívtam a Balázs De, akkor már nem kamion ö, léptékben és társulat Ö, meséltem el neki a történetet, hanem bábszínházi léptékben, ezt ketten csinálom Loránd Kriszti ö, kolléganőmmel. A legközelebb amúgy bejöttek mind a ketten. Tehát... Hát hívd meg, szeretettel fog biztos Szuper, eljönni, mert ő jó. is fog jönni majd Bécsbe. Tehát mi ketten csináljuk ezt a bábszínházat, és ugye a bábszínházban az a csodálatos, hogy ketten csináljuk, de a ö, paraván fölött, tehát a bábszínpadon nem kettő, hanem négy szereplő is lehet, mert hogy egy emberhez jobb esetben két kéz tartozik. Van még egy fejed is, jó, csak viccelek, hogy még é, Figyelj, lehet szokták mondani, hogy a bábszínész az mindenre húz bábot, ahova tud. Érted? Meg ami elég hosszú, hogy felérjen a paravánig. És mindenki ígni. gondoljon bármi jóra. Vagy bármire, amire, amire, de tényleg mindenre. Tehát akárhány báb tud bizonyos technikákkal fölkerülni a bábszínpadra, úgyhogy úgy, úgy, akár még tömegjelenetet is tudunk csinálni ketten. Tehát ez egy nagyon sok ö, ö, lehetőséget adó, hatalmas nagy varázsdoboz műfaj ez a, ez a bábszínház. É, tehát ugyan ketten vagyunk, de ez nem azt jelenti, hogy kette, kettő figurát lát, kettő szereplőt lát az ember a színpadon. Tehát ezzel kerestem meg a Balást, hogy akkor van egy ilyen bábszínház, és, akkor és erre már e, igent tudott mondani, mert itt már nem olyan léptékben kellett gondolkodni, mint a, mint a Duma színház gyerektagozatának a léptéke volt, és akkor itt el tudjuk kezdeni a munkát e, oly módon, hogy most szeptemberbe egy, októberben már kettő, és novembertől három, vagy akár annál is több ö, előadást tudunk ahhoz mérten csinálni, amilyen az érdeklődés. És van olyan terv, hogy itt vagytok, már eljöttünk Bécsbe, innen már Linzbe, ahogy Linzbe is vannak magyarok, Grazba, akár Zárzbúrba, tehát elég nem, sok... Nem, ilyen terv nincsen, jelen pillanatban a, az a terv, én azért nem vagyok híve a, a vándor előadásoknak, mert hogyha elkezdünk vándorolni, akkor az előadásnak a minősége így vagy úgy romlik. Mert nem tudjuk azt a fényt, azt a hangot, azt a cenikát produkálni egy vándor színházi előadásnál, ö, amit egy olyan előadásnál, amit egy adott színpadra adoptálunk. Tehát mi ezeket az előadásokat megcsináltuk Magyarországon, de én nem egy vándorparavánt hozok, amit oda cseszek a színpad közepére a Pigmalion színház színpadának a közepére, és akkor lenyomom a mókát, hanem mi, például most lejöttem két nappal előtt, mi ezt pontosan kitaláltuk a Balázsjal, hogy hogy tudjuk megteremteni azt az atmoszférát, azt a, azt a színpadképet, hogy ez, hogy ez ne egy Hakni előadás legyen, hogy ez ne egy Vándor színházi produkció legyen, hanem egy előadás legyen, amit mi kifejezetten a Pigmalion színház színpadára adoptálunk. Tehát ez a, ez a, cél nem a feltétlen az a pénzkereset a cél, hogy most akkor Linzben, Grácsban és Szentpöltenben játsszuk az előadásokat, és minél több pénz zsebeljünk be, és hatnizunk. Akkor, meg, akkor megfordítva a kérdés, most az hanem, hogy oda is adaptálni, tehát egyfajta kultúrmisszió is lehet, fok, fogalmazhatjuk így, és ott is lehetnek adott lehetőségek, de oda is elmész, megnézed, milyen lehetőségek vannak, és ha jók a lehetőségek, akkor nem kell csak oda cseszni, hogy te fogalmaztál, hanem tényleg oda is lehet jól optimalizálni és adaptálni. Ezt csak nem azt mondom, ez a, ez a tuti, csak lehetőségek máshol is lehetnek, és lehet máshol is örülnek, hogyha egy elérendő előadás ott is megszületik. Igen, egyszer az van, hogy ö, kitűztünk magunk elé egy célt, ezt indítsuk el legyen sikeres, legyen jó, szeresse a közönség, és utána ezt hogy fejlesztjük tovább, az már egy következő lépés, de ö, nem akarok tovább gondolkodni, nem akarok rögtön a válláson gondolkodni, ha még meg se volt az esküvő. Tehát most előbb legyen meg. De van, amúgy van lehetőség általánosságban, meg lehet, hogy Balázs is erről beszéltél, meg ők is lehet, hogy volt, akit ottam ott, 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 ezt nem tudom megmondani, de az Figyelj, benne... azt minden színház csináló tudja, hogyha megfogom az előadásomat, és el, átteszem A pontból B pontba, akkor az, akkor az, nem olyan lesz, ahol én azt elkészítettem, azt az előadást. Tehát ahhoz, hogy azt, eh, ahhoz, hogy azt becsületesen az ember megcsinálja, az, az adott előadást, azt oda adoptálni kell, és a helynek, eh, 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 a helyhez mérten újra kell tervezni. Újra kell kitalálni a díszletek mozgását, a, a most ebben az esetben a bábok kibejövetelét a színpadról, a fényeket. Tehát azt, azt meg kell tervezni. Ha nem, akkor attól még lehet jó, attól még lehet jó, csak akkor az egy hakni lesz. És akkor itt jön az, amit a podcast elején beszélgettünk, hogy jó hakni, meg rossz hakni. Tehát lehet attól még az egy jó hakni, de akkor is hakni lesz. Vagy másik oldalról meg lehet nézni a helyszíneket, és lehetnek jó helyszínek, ahol lehet. Jól optimalizálni. Arra aztán. viszont fel kell készülni. Az viszont, az viszont azért igénybe vesz egy pár napot. Jó, hát most pár nap. Tehát aki már ennyit utazott, ennyit járt, tehát ilyen szabad, szóval ez nem mission impossible-ok, tehát nem... nem Figyelj, igazából, eh, tehát hogyha most eh, vegyük azt, hogy eh, mondjuk meghív Szentpölten, és persze, de akkor ő nem úgy fog meghívni, hogy három nappal azelőtt menjek oda hanem akkor ő arra az előadásra fog engem meghívni, és akkor lát engem vendégül, és akkor biztosít nekem szállást, hogyha mondjuk azon a napon. Nem feltétlenül, jövök. Mert például a Déli Báb Néptánc Együttesnek a vezetői Szentpölten mellett lakik, és tudom, hogy van például kisgyereke, mondjuk már nem is olyan picgyereke, de olyan közegben mozoghat, meg, meg a felesége is, tehát akár lehet, hogy hallgatja ezt az adást, hogy elküldöm neki Szia, Gábor, hogyha hallgatod, és lehet, hogy azt mondja, Hmm, tényleg itt van, nem is hallok még róla, itt van az egységes srác, jön, jön Bécsbe, jön Bécsbe, akár akkor hozzánk is érte. Tehát nem azt mondom hogy mondanod, a itt csak tök jó látni, hogy mozogsz, meg, meg valószínűleg mások is lehet, hogy örülnek. Én nagyon sok lehetőséget látok egy bécsi-magyar színházban. Tehát én azt gondolom, én nagyon sokáig voltam ugye a Komáromi Jókai Színháznak a tagja, ami tulajdonképpen Komárnóban van, tehát szlovákiai... Ö, ö ismered amúgy? Ő volt itt. Ő, ez, rendezett ott, nem Aha, tudom ideig. Nem, akkor ott lehet, hogy ugye pont elkerültük egy Csak így beugrott. De nem, nem egy ott tehát, hogy, 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 én azt gondolom, hogy több ö, magyar ajkú él már most Bécsben és környékén, mint ahány mm. magyar ajkú él jelen pillanatban a szlovákiai Komárnóban. Hát itt a, utolsó hivatalos számok szerint 40 ezer magyar él. Az a hivatalos. Hogy, mennyien dolgoznak, mennyien De azóta érdek, a minden... volt választás, azóta nagyon sokan elkeseredtek, folyamatosan Amugyan, amúgy, elkeseredtek. Amúgy jött egy újabb, hogy mennyivel nőtt, valamennyivel nőtt, tehát erről kijött egy újabb szám, akarod majd elküldöm, tehát a ORF kihozott erről, tehát nőtt egyet. Nőtt, megjött. És, mind, és még nőni is fog, szerintem. Én azt gondolom, hogy, hogy hogy abszolút van helye Bécsben egy olyan színháznak, aki és ami magyar nyelven játszik, gyerek előadásokat is, bulvár előadásokat is, komoly előadásokat is. Tehát igazából a balázsa főnök, a a főnök, ő a megálmodója ennek a társulatnak, amit Bécsben működik. Én nekem terveim vannak, ötletelhetek, mert bár mondani bármit lehet, és aztán a Balázs megvezetőként meg fogja hozni azt a döntést. Én, én nagyon nagy lehetőségeket látok egy, egy, magyar nyelvű színházban, Bécsben. És akkor beszélünk konkrétan az előadásokról, milyen előadások fognak mindenképpen eljönni? Tehát tíz már... előadás, tíz előadás fog rotálódni. Talán lesz, amit többször meg lehet majd nézni, hogyha esetleg erre igény van. Tervezünk csoportos előadásokat, hétköznap, ahova gyerekeket várunk csoportosan, novodákat, iskolákat, ezeket hétköznapra tervezzük, szerdára, ezeket az előadásokat. És tervezünk olyanokat is, amik a hétvégén kerül sor ezek az úgynevezett családi előadások, és akkor kezdjük a sort a paprikajáncsival. Októberbe jön Pinokkió, októberbe jön a nagyhatalmú egérki, ami az egér és az oroszlán története. És aztán ö, folytatjuk a költ. Foltos és Füle nagy, Hencegő, Nyuszi, mosómas a mosodája, kismalac és a farkas, Jancsi és Juliska, brémai muzsikusok, tehát az, azt gondolom, és egészen biztos vagyok benne, hogy kihagytam valamit, lehet, hogy többet is, tehát ö, színes lesz a paletta, ö, szerintem az is kell, hogy legyen, mert ahhoz, hogy, hogy például azokat a nézőket ö, vissza tudjuk várni, akiknek mondjuk a holnapi paprika Jancsi tetszeni fog, akkor, akkor, hogy ne nagyon ispételjünk előadásokat, persze lehet, hogy erre is sor fog kerülni, szóval ezeket, tehát ezt a tíz repertoárból, ö, repertoár darabból álló pakkot fogjuk majd úgy rotálni, hogy ö, a Balázs vezetésével, hogy ez, hogy ez ö, legoptimálisabb legyen, és mindenkihez eljusson. Koncepcióban fontos volt, hogy a paprika Jancsi, tehát az egy nagyon erős, nagyon emblematikus, van ebbe koncepció, hogy melyik darabok, hogy kiverkeznek? Hát az, hogy erőse a, paprika Jancsi, <laughs> euh, azt, majd, azt majd a közönség eldönt, hogy művészileg ez egy erős volt, tehát azt erre nem fogok az se, az se mondani. mondani De az hogy, az, hogy az, hogy, az, egy emblematikus figura, egy, egy, magyar figura, ugye a paprika Jancsi, vagy Vitéz László más néven, az egészen biztos, az is, az is, biztos, hogy, hogy annak van szerintem valami, valami húzó neve is ennek a figurának. tehát szerintem ez olyasmi is. mint a, a németeknél, vagy az osztrákoknál, nem tudom pontosan a Kasper figurája, tehát ennek van egy, van egy, ilyen, van egy ilyen emblematikus neve is ennek a figurának, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy remélem, hogy ez, ez teltházas. házas. Tehát az első előadás, gratulálok. az olyan szinten teltházas, köszönve a Schwung remek szervezésének, hogy azt hiszem, ez már úgy szokták ezt nálunk mondani, hogy dupla soros teltház. Nem, dupla pócékes soros teltház. Csodás, tök jó, tök jó, gratulálok. Kerestem a Youtube csatornádon most a paprika a Pinocchio-ról találtam, tehát a Pinocchio-ból jön majd most pár perc részlet, kicsit bele is tekerek, hogyha valakit érdekel. A Youtube csatornára ajánlom, hogy te elég sok anyagot már felpakoltál, meg a TikTokodnak is a videó. Igen, ez ezen megtévesztő egy picit, mert amit most látnak a, a nézők itt a Szacsvai László játsza a Gepetto figuráját, ez a nagy színpadi előadás. Ez, fel, ez volt, a így Dumbant. van, ez az, amit mi a Duma színházzal ö, karöltve csináltunk meg, ö, és hát erre mondta azt a, a kormány, hogy köszönjük szépen, nem erre, hanem mindenre, ami, ami Tao támogatott volt, hogy ezt köszönjük szépen, nem kérjük. És mi ennek a bábszínpadi adaptációját csináltuk meg, hát ott már nem Szacsvai művész úr a, a ö, Gepetto figuráját, hanem a Gepetto is egy báb. Ö, hát sajnos ennek az időszaknak, ennek a korszaknak vége. De az égnek, visszadom a mikrofon, hál' az égnek van erről felvétel, tehát tök jó, ezeket így vissza lehet nézni, és meg lehet nézni, és elérhetőek a YouTube csatornádon. És a TikTok, a TikTok csatornádat, amúgy ott is sok minden van fent, az kiknek javaslod, mik fognak oda még felkerülni, aktuálisan ezekre tudsz elmondani, hogy miket tervezel ezekkel a platformokkal? Én kitaláltam, hogy a Facebook oldalán ott politizálok, tehát az teljesen ö, privát, oda az látogat el, aki, akinek tetszenek azok de nyilvános. a... nyilvános, tehát a posztos amit az párki látja Abszolút, hát én semmit nem titkolok, tehát bárki, bárki megnézheti az én bal liberális nézeteimet, akár a jobb oldalról is, a jobb konzervatív oldalnak is szívesen ajánlom, de ott én nem foglalkozom szakmával, meg a színházzal. Arra Miért? Javaslatra. Ez, ez tudatosan, hogy ott a YouTube, ott a TikTok, és akkor a Facebookot, meg csak privátnak, ez, ez ilyen, ilyen tudatos volt? Vagy ja, így figyelj, ez, ez így alakult, ez így alakult, és most már tudatos. Ez így így alakult, és most már így is, így, így is csinálom, és akkor létrehoztam, mert ugye mondták nekem azért a, a, a ismerősök, meg a barátok, hogy te figyelj, azért kéne valami a szakmai csatorna is, ahol a, a így van, saját nem, hogy magam mondták. propagálásával ö, foglalkozom. Én egy kicsit óckodtam erről a saját magam reklámozásától, meg nem tudom, én mindig úgy voltam, hogy hát most én a Facebookon én azt bizonygassam, hogy de jó vagyok, de nem nem tudom, valahogy ez a így nem... úszó vagy akkor valahogy ilyen szempontból, hír kell adnod magadról, hogy hello, hello, dolgozzatok velem. Tehát ez igen, ilyen... én ezt nem csináltam, lehet, hogy Te ezt is volt, rosszul, rosszul csináltam, hogy hogy nem csináltam, de aztán 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 nyomásra én megcsináltam ezt a TikTok csatornát, és ott meg ott pedig kifejezetten nem politizálok, hanem ott ö, abszolút szakmán, és azt tervezem, hogy ezen a csatornán, ezen a YouTube csatornán majd ö, közvetítem is ö, élőben, hátulról az előadást. Melyiken a YouTube-on vagy az, a tiktok -on? A TikTok-on. A TikTokon. Mert mit mondtam? Nem tudom már, inkább. Csak Na, jó, 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 tehát biztonság kedvéért. Tehát a, a TikTok-on én szeretném ö, élőben közvetíteni a kulisszákból ö, a holnapi szombati szeptember tizediki Jancsit, ami délután háromkor kezdődik. Ö, azért érdekes, mert ö, azok az emberek, akik. Ö, akik számára még jelent valamit a kulisszák világa, azok, és a kulisszáknak a, a titkai, azok számára te, abszolút érdekes lehet az, hogy hogy működik egy ilyen bábszínház hátulról, és az viszont nem csak a gyerekeknek, hanem, sőt, az inkább a felnőtteknek érdekes, mert a gyereknek maradjon meg az illúzió, amit előről lát, ami teljesen más. És régebbi adás, minden felkerült már amúgy a YouTube csatornádra, vagy valami még lehet, hogy elő fog kerülni, elő kell bányászni? Ó, de hogy hát rengeteg. Tehát vannak felvételek, a... csak még fel kell pakolni őket. Hát vannak, persze vannak felvételek, amit most látnak a nézők. Az, az egy bápszínház, annak a nézőtere és az ott kiállított bábok. Ez taksonyban volt a Póniformon. Ez már nincs. Oh. Mm. E, átkerült ez a bábszínház Most Szigethalomra És ott van egy nagyon cuki kis park Az a neve, hogy Manó Park Mutattam már róla a videót, de majd megint elindítom És, azt és ott a Manó, Manó házak között ö, Vannak a, a Egy állati helyes tehát Kitalálta egy srác Szűcs Bence kitalálta, hogy ő csinál manóházakat, egyszerre megláttam, és beleszerettem abba a fajta Én Magyar hobbit, hobbiton mondhatni, csak bábok. Abszolút, igen, nem bábok, ezek kifejezetten Ötömtál. kis házak, amiket ő ilyen szelektív kukákból csinált meg, és állati helyes, és azt tervezte, hogy ott csinál egy bábszínházat, és akkor szembe jöttem vele teljesen véletlenül, és a sors. Hát igen, ez kifejezetten a sorsakat légy, is állati helyes az egész. Tehát annyira vadregényes, annyira ott az erdő közepén. Most még szabadtéri a, a bábszínház, de hát aztán egy e, alpesi ház e, formájú és külsejű, és e, egy e, alpesi háznak festett sátort fogunk felépíteni télre, ami fűthető lesz. És akkor ott fognak a gyerkők egy forró kakaó mellett ö, bábszínházat nézni. Akkor ennek szerves része vagy, tehát nem csak mondjuk előadó, hanem tényleg, mint alkaratív alkotó társ. Hát vagy én nem, nem vagyok egy ilyen fúrófaragó ember, de arra ott van az, aki csinálja ezeket a manóházakat, ő viszont egy nagyon ügyes ö, forma, Bence, és ő fogja majd megépíteni ezt a sátrat, és akkor novembertől már ott is lesznek előadások, Gratulálok meg előre. itt is, Bécsbe, és Zajnyi akkor elkezdünk versenyezni, elkezdünk egy ilyen kétlaki életet, mert én azt akarom, hogy itt is sok előadás legyen, és ott sálljon meg a, a móka. Hát persze aztán, hogy mit fog engedni a jövő, akár itt, akár ott, az már egy másik kérdés, mert itt már nagyon, nagyon, optimisták, nagyon optimisták, sokkal múlik. Jó tervek, jó tervek. És a YouTube csatornádon is elég sok minden fent van. Oda valami még régebbi, vissza is rakom akkor a pinokkiót, hogy hagyj fusson, hogy oda még lehet valami régebbi, ilyen tíz évvel ezelőtti anyag elő fog kerülni, valamit így fel kéne még dolgozni, lehet, hogy fel fog kerülni, vagy, vagy mostani dolgok közül is fel fog ide kerülni. Az, az, hogy fogod kezelni, mi fog ide még felkerülni. Az az igazság, hogy én ezeket, ne, tehát ezeket a felületeket nem én kezelem, mert zöldfülű vagyok hozzá, tehát nem értek hozzá. Ö, aki pedig kezeli, a, egy nagyon-nagyon jó barátom a kézeket fölrakta, ö, hát őnek meg rengeteg munkája van, és az, hogy újabb és újabb videó kerüljön föl, az hosszas udvarlásnak a, az tehát anyagok vannak? Tehát a, 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 a... Anyagok vannak, ö, csak hát igen, igen, kicsit többet kéne vele foglalkozni, lehet, hogy intenzívebben kell udvarolni, hogy, 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 hogy rakja föl azt, aki ezt fölrakja, vagy lehet, hogy előbb-utóbb. Te is megtanulod, nem, ne ő, nem, nem is meg kéne tanulni igen. Nem eleinte kicsit döcögős, mit, hogy, hova kell De az ki. is lehet, hogy mire gatillával összebarátkozom, és akkor lehet, hogy még te is fölteszel nekem egyet, vagy kettőt. De úgy összességben az a legjobb, az a legrosszabb, amikor, amit. Úgy értem, hogy vannak anyagok. Mert ezek az öregedés már lehet, hogy még egyszer nem fogod játszani, mondjuk a 10-15 évvel És vannak, vannak felvételek róla. Vannak, vannak tehát, még, amik fölkerülhetnének, de. Ö, de hát ember hiány. Munkaerőhiány, főleg ingyen munkaerőhiány. Hát úgy, mint hogy te sem ingyen jöttél ide dolgozni holnap, tehát neked is az munka, megdolgozol érte, meg is kapod a fizetést, és azért tudsz majd kenyeret venni a boltba, tehát mindannyian így vagyunk ezzel, hogy nekem is ez, amit most csinálok, ez hobbi, van a civil munkám, de a civil munkámnak köszönhetően tudom ezt a hobbit csinálni, de tök lenne idővel, és a kedves nézőink van patronom, tehát ha tudtok támogatni, annak én is nagyon örülök, azt eszközökre rá tudom fordítani, tehát a videó leírásában ott van az én patronom. Naomi és ott tudtok támogatni, meg most már a Youtube-on is beállítottam, hogy ilyen 100-200 forintos támogatási módszer is van, tehát ha valaki megteheti, de az is nagy segítség, ha már meg, nekem is, meg Tamásnak is, hogy ezt a videót megosztjátok, akkor több emberhez eljuthat a híre a csatornának, meg Tamásnak is a terveinek, mert azért ezek tök jó tervek, és szerintem, ahogy mondtad, milyen gyorsan elfogytak a jegyek, tehát igény van rá, meg, meg, meg szerintem ennek lesz jövője, meg ez a két lakiság, ez egy jó, jó terv, és remélem össze is fog jönni, és tud ez működni. És ez körülbelül így le is fedi a te idődet, energiádat ez a kettő projekt? Nem tudom, hogy meg milyen projektjeid vannak. Hát viccom, van még bele? ezen kívül, én csinálom a Röhögjünk Együtt című toksó előadásomat, ami a színészek vizsgáztatása alcímen fut. Ugye ezt a Szegedi Pince Színházba ö, játszom. Ez havonta egyszer van, mindig van egy ö, neves kolléga vendégem, aki körülbelül Ö, abban az életkorban van, amiben én, tehát nem szeretnék nálamnál idősebbet vizsgáztatni, de nálamnál sokkal fiatalabbat se, Ö, és akkor és akkor a közönséggel együtt, ilyen mókás formában, nem véletlen ez a cím, hogy röhögjünk együtt, tulajdonképpen nem én, hanem a közönség levizsgáztatja ezeket a kollégákat színészmesterségből, élekből, ez egy interaktív adás. táncból, ez egy interaktív adás, és, és semmiféleképpen nem kell komolyan venni, mert ez egy főleg egy, egy, egy improvizatív móka, de ezt nagyon szereti a közönség, ezt most már három évad óta csinálom, úgyhogy ha jól tudom, akkor ez lesz a negyedik évad belőle, de az is lehet, hogy elszámoltam és magam is. És és a, a, nem, egy ez lesz a harmadik évad. Tehát és most... ha egy, akkor körülbelül a harminc adás már, 30 előadás már így megél. Jó, az körülbelül... Hát nem számoltam össze, de eddig volt vendégem a Csonkabandi, sőt, kétszer, Peller Karcsi háromszor, ö, Kalocsai Zsuzsi, Kerekes József, Dombóvári István, ö, László Boldizsár, fejhisnelli kétszer és ez tudod, ez egy kicsit olyan nehéz terep nem minden nézd, aki elmegy egy ilyen előadás, az tudja, hogy mire, mire, vállalkozik, hogy ez mekkora, tehát ez egy a, a kamarájában van a Szeged, vagy ez a, a, Pince Színház, ez mekkora, tehát mindig megtelítődik, mindig van annyi érdeklődő, aki mindig a, megtalál, tehát, igen, 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 igen. Hát aki szereti az interaktív uh, bolondozást, meg, a, meg, a, meg, a, meg, az improvizációs játékot, ezt a fajta uh, klubszínházat, vagy podium színházat élő zenével megy. Tehát Azta, egy, egy, egy zongorista, abor. meg egy dobos van, és Hú. úgy játszik mind a kettő, aki aki, aki ebbe benne van. Igen, ott a ott a mi ez? TikTok, TikTokon Meseljük van is belére részlet, de hát ezek úgy előttere. játszanak, mint hogyha, mint hogyha egy egy katalmas zenekar ülne benne. Tehát elképesztő, hogy, hogy mit tudnak ezek a zenészek. De hát ők benne vannak, ugye 50 éve a szakpában. Direkt nem fiatalokat hívtam a hangszerek mögé, akik mindent csinyát, binyát ismerik ennek a műfajnak, és hát ők is rögtönöznek. Tehát Még nagyon fut. Tehát én Kapolcson szoktam a momentán társadat látni, és pedig telt ház van, és gondolom Pest is jól fut nekik a szekér. Tehát hogy van van egy nagy közös közönség, és tökéletes Szegeden is meg lesz szólítani mindig. Igen, szemben. most majd falusi Marian lesz, remélhetőleg a következő vendég, és hát a felsorolásból természetesen ő, ő, hagytam ki. Szuper, azt nézem, hogy lehet, hogy be tudok-e adni hangot. Le uh, van ez némítva? Itt például ezen a felvételen a uh, Csonka Banditól egy striptiszt kért a közönség, hogy egy tiszt adjon elő, úgyhogy uh, most a jelen pillanatban a... nekivetkőzik a színpadon. Uh, a közönség választ, hogy miket kell uh, csinálni a, a kollégáknak. Uh, Pillanat, most megy a hang. Tehát megnézzük, ez egy fél perc, és akkor lehet, hogy egy kicsit zavaró jött a hangon, addig 20 így egy kort. Ja, vagyok, akkor, akkor most nem vagyunk. Jó. Igen, nem tudom kiadni a... Bent, bent vagyunk a mikrofonnal, Köszönjük szépen, és akkor most Léci elmondhatod, hogy akkor ez a... Ez Igen, itt szó, például a, a közönségnek ugye föl van adva a lecke, hogy ők bármit kérhetnek a színésztől, akit behívunk erre a, erre a kínzásra, és... És itt a közönség például azt kérte, hogy föl, van sorolva, hogy kérhetnek keringőt, kérhetnek szlaufoxot, csacsacsát. Hogy... Természetesen nem tud semmit előre, semmit nem tud. És itt uh, strip táncot kértek tőle. Tehát ő ad itt most elő. Elvezi, hát, nem, nem, volt, nem esett annyira nehez. Ó, de... nem, nem, nem. Szívesen neki vet között a közönségért mindent. Szóval akkor van a röhögjünk együtt, vagy van még valami, amit így érdemes megnézni a mostani periódusban? Hát a mostani periódusban, amit, amit csinálok, az a, az a röhögjünk együtt, termi, tehát fut rendezésem, is, mert van a Simplán egy duplát című előadásom, amiben én nem vagyok benne, de rendeztem, az, az fut, az egy kávéházi történet, egy színmű. Az hol, Pesten? Veszegyző? Az Pesten. Pesten, Pesten. Pesten itt-ott fut, ahol, ahol, ahol kérik. Van ez a röhögjünk együtt, a, aminek szerves része vagyok, mert én vagyok a moderátora ezeknek az, ezeknek az előadásoknak, vagy ezeknek a műsoroknak. És akkor csinálom a Bábszínházat a Manóparkba, ami minden hétvégén van. Wow, az a, sűrű, sűrű, És, és amire most a leges-leges legtöbb figyelmet fordítok, és tényleg nem azért mondom, mert itt vagyok, és tényleg nem ilyen alányalás a sztori, hanem tényleg én ebben nagyon sok potenciát látok az az, hogy itt Bécsben csináljunk egy, egy magyar nyelvű tagozatot. A Tehát, Swumnak, építkezés, építkezés folyik. Igen, ahol, 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 ahol gyerekelőadások vannak, és, és, aztán ahogy én a Balázsjal beszélgettem, lesz majd megkeresés is a és szerepre. Szuper, gratulálok! És nem sokára vége van a műsornak is záró kérdés. Az nekem, hogy te, rendezőként, most báb színészként működsz, vagy aktív, de maga a színház, mint színészet. Így mi volt az utolsó szerep, amit játszottál, és nem hiányzik, hogy színészként, színpadon állj egy kőszínházban, egy társulatban? Aha. Ö... Na most lehet, hogy megleptelek. Végge, a, nem meg. Erre, a... ugye Latabár Kálmának volt egy nagy mondás, amikor földkettették a Latabárnak a kérdést annak idején. Tehát nem akarok Latabár léptékekben ö, beszélni magamról, mert nem ez a lényege, amit akarok mondani, hanem a Latabárnak ez az állati helyes megérzés, és mondták neki, hogy te a magának művész úr nem, nem, derogál az, hogy itt ilyen művelődési házakba, itt és, ö, jelző, és akkor Latabár erre azt mondja, hogy nézd, a színház az ott van, ahol én vagyok. És ha én nem is így akarom megfogni ezt a kérdést, ahogy Latabár, de így szeretném. Örömmel vállalok felkérést, ami most például érkezett is a Balástól a, a, a Súgunk egyik előadásába, a leendő előadásába. Az, hogy ez létrejön-e vagy nem, az nyilván nagyon sok mindenen múlik. Tehát rajtunk kívülálló dolgokon nincs például, hogy alakul a háború, és így tovább. De de én azt gondolom, hogy, hogy, hogy amit most csinálok, illetve azt érzem, hogy amit most csinálok, az nekem teljesen kielégíti az én művészi ambícióimat, tehát az, hogy én bábszínházat csinálok, tehát nekem nem feltétlenül vágyam az, hogy én kijöjjek a paraván elé, fogok, holnap is kijövök a paraván elé, és a úgy kezdő, hogy egy élőjátékkal kezdődik az előadásom, és ez engem teljesen kielégít szakmailag. Az, hogyha én egy olyan előadást hagyok magam után, ami, ami jó, és amire, ö, amire, büszke vagyok, és amire visszajön a közönség, az nekem, az nekem bő, bőségesen elég, hogy én, hogy én, jól érezzem magam, és itt hagyd mondjak el egy, 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 példát erre. Nyugodt anekdotázom, ami jól esik ez a jó Volt most hétvégén ebbe a Manó Parkba egy több előadás is, és az első a múlt szombati előadáson jött egy apuka a gyerekével, aki oda ment a pénztárhoz, és megvette a jegyet az előadásra, de nagyon húzta a száját, ugye a gyereknek nagyon megtetszett, hogy, hogy jövő van itt bábszínház, manópark, stb. 1800 forint, azt mondta az buka. Hát ez egy így rablás, nem, ez 1800 forint fölháborító, ezért 1800-at, hogy ott valaki ott rángat egy ilyen izét, és mindent elmondott, és hát nem, majdnem elsüllyedtem, mert hát én ott voltam, hallottam ezeket a izéket. És az apuka úgy ment ki az előadásról, hogy megköszönte, és azt mondta, hogy ez neki nagyon tetszett. És nem ez a lényeg, és nem itt van a csattanója a sztorinak, hanem vasárnap is ott volt. És vasárnap is megvette a jegyet, és másnap is megnézte, ugyan, nem ugyanazt az előadást, de az én prezentálásomban egy másik előadást. Hát ennél nagyobb ö, bókot, és ennél nagyobb visszajelzést, és ennél nagyobb ö, 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 csodát, én azt hiszem, hogy, hogy, hogy nem ö, kaphattam, amit például ezzel a sztorival az elmúlt hétvégén kaptam itt ebbe a bábszínházba. Ez remek, ez remek zárszó volt, szó volt. Kedves nézőink, hallgatóink, az előadással kapcsolatban, meg a SWUNG szintes adatok kapcsolatosan minden link információ ott van a videó leírásában. A SWUNG tagjai már szerepeltek amúgy itt a csatornán, meg még fognak is jönni, így a tagokon keresztül tervezem bemutatni teljesen. Valaki el tud jönni, valaki nem szeret szerepelni, és nem fog mindenki eljönni, de azok a tagok szerintem jól fogják reprezentálni a társat, akiknek lesz kedvük és idejük, mert itt az időmenedzsment, és egyszerű, hogy mindenki valamilyen oknál fogva nehezen tud összejönni, meg több emberrel kell egyeztetni, de tervezek még a svunggal kapcsolatos adást, hogy bemutassam nektek, mert aktívak, folytatják a munkát, és hát azért a mostani szankciók engedik, hogy lehessen előadást készíteni, és előadásra elmenni. Tamás, köszönöm szépen, hogy be tudtál jönni, és nézőink, hallgatóink Pille Tamást láthattátok és hallhattátok innen a stúdióból élőben. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és akkor kéz és holnapra minden erőben azzal leszek, hogy ez holnap sikeres legyen. Köszönöm a meghívást. Nagyon szívesen. Kedves nézőink, hallgatóink, hogyha van véleményetek, esetleg láttátok Tamás bárhol, írjátok meg kommentbe, hogyha holnap elmentek az adásra és tetszett, arról is egy visszajelzés, tudom, a művészeknek jó esik, hogy most mi tetszett, mi nem tetszett, arról is nyugodtan, akár a YouTube csatornáján Tamásnak, vagy akár itt is ez alatt az idő alatt írjátok meg bátran, mert minden visszajelzés nagyon hasznos tud lenni nekünk. Hogyha gondoljátok, ha valakit érdekelhet Tamásnak ez a sorozata, osszátok meg vele ezt a videót, vagy az ő csatornáját, ismerje meg, is, lehet, hogy ezáltal fog majd valaki elmenni az előadásra, és örülni fog ennek, hogy ú, tényleg ilyesmi is van Bécsben, szóval minden megosztás nagyon hasznos a csatornámnak és Tamásnak, meg a Swung-nak is, hogy ez sikeres, sikeres projekt legyen. És köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, vigyázzatok magatokra, legyen szép napotok, jó egészséget kívánunk, találkozzunk legközelebb is, sziasztok! Szia!